szépségek és szörnyetegek. Nem Disney film bemutatóra invitáljuk Önöket, hanem kőkemény harcra. 12 mindenre elszánt harcos méri össze erejét hamarosan egy MMA gálán. A stúdióban acélos MMA-sok és egy szépségkirálynő. A ketrecharc gálán ugyanis megválasztják a Miss MMA-t is. Laki Zsuzsa, Európa szépe van itt velünk, a korábbi sikerei nyomán, illetve Marián György rendezvényszervező az MMA szövetség részéről, tovább a felföldi hegylakó Szabolcs MMA világbajnok. Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt. Hát ez valóban egy érdekes összevetés, és természetesen a szörnyetegség elsősorban az elszállásra és a harcmodorra szól, és semmilyen más egyéb dolog nincs emögött. De tény is való, hogyha mondjuk erre a műfajra gondolunk, erre a mixed martial artsra, aminek a rövidítés ugye az MMA, akkor azért az ember valóban mindenre elszánt arcokat és tetrekész, hát hogy mondjam, ketreceket is széttépni képes embereket vizionál maga elé. Erre készüljünk ennek az eseménynek a kapcsán? Igen, elsősorban a rendezvényen megjelennek a szép lányok is, és a harcosok is. Ez valamilyen szinten tudjuk, hogy ez üti egymást a kettő, de azért érdekes. Hát az ellentétek vonzhatják is egymást ilyen van. Érdekes történet lesz az egész rendezvény ideje alatt, szerintem. Zsuzsi, valóban, akkor közeljük még egy picit a te szemszögedből, mert ha jól tudom, akkor magának ennek a női vonal szervezésének is aktív részese vagy, ugye? Ilyen szempontból. Honnan jött az ötlet? Már annál is inkább, mert tudom, hogy nyilván a párod kapcsán azért ettől a világtól nem állsz távol. Így van, meg hát jó magam is. Te magad is részese vagy. Igen, részese voltam, mert hogy én is küzdősportoltam, megindultam ilyen versenyen is, és hát a Gyuri kért fel, hogy legyek ennek a házi asszonya. Először azt gondoltam, hogy mint zsűritag, és akkor végül is kiderült, hogy mint műsorvezető, és nekem ez tényleg kihívás, mert hogy még sosem vezettem műsort. Ezt el kell kezdeni egyszer. Igen, úgyhogy izgulok is. Hány hölgy lesz, vagy hogy fog kinézni? 15 leányzó lesz, igen. És hát nem. A szépség világából érkeznek, vagy közük kell, hogy legyen ehhez a műfajhoz? Tehát mi a igazából kritérium? Válogatják őket, tehát nekem ahhoz sok közöm nincsen, de tegnap volt egy próba, találkoztam velük, úgyhogy nagyon szépek, meg sportolók, tehát többnyire. Közük van a sport, az is fontos. Az fontos, tehát hogy azért van ilyen jellegű elkötelezettség is a műfaj iránt. Szabolcs, a hegylakó nevet, azt hogy örökli az ember? Ki akasztja rá? Gondolom, hogy ez egy... Érdekes volt a hegylakó név, Honvédségnél adták rám különben, azt meg akkor a hátam, hogy a pingpongasztal. De a hegylakó című filmnek Highlander a címe, az pedig ugye magasföldi, felföldit jelent. Ez és is. Akkor innentől a névazonosságok. Innentől így rámagasztottak, és ez azok a hordon. De ez természetesen a hegylakó becenevet csak a sportban használtam. Egyértelmű. Nos, hát mire érdemes készülni ezen a viadalon? Mindig érdekelt, hogy amikor az ember egy ilyen műfajban, ilyen magasra jut, akkor ott az milyen képességeknek köszönhető? Ugye tudjuk, hogy itt azért nyilvánvalóan, aki ebben a műfajban érkezik, az többnyire valahonnan jön. Tehát valami fajta testtelenni harcból, valaki a birkózás világában, valaki a judóból, valaki eleve valami fajta harcművészeti ágnak a képviselője. Önnél ez hogy van? Melyik az igazi? Birkóztam. Birkózásra kezdtem pályafutásomat. Egészen felnőtt korosztályom, mégis utána én kempózok a mai napig, tehát én kempomba jöttem. Maga a ketrecharc az 2003 óta van itt Magyarországon, mint olyan, de mint tudjuk, hogy igazából maga a ketrecharc az ez a küzdősportok király kategóriája, azt lehetne mondani. Mint az autóverseny és a Forma 1. Ez a király kategória, való minden profi versenyző a kétféle helyszín akar kijutni, ami a király kategória, a K1, illetve az MMA. Ez a kettő, ez MMA-t azt vívhatják, ugye ketrezbe és ringbe is vívhatják. A szabályrendszer az viszont ugye ugyanaz. Többet, mert azért a kempó is egy nagyon kemény dolog. Tehát azért ott is a világtetejéig jutni, az azért persze. Az embernek elég sokat le kell tenni az osztályt. Kempó az egy összharcművészet, azt lehetne mondani. Karate, kickbox, box, thai box, judo, aikido, ezeknek az ötvözete. És a fegyveres harcoknak az ötvözete. Az MMA is ugyanúgy, mint több sportágoknak az ötvözete, box, kickbox, birkózás, jitsu és ugye mi egymás, sok alapsportág létezik. Alapokról leindulnak az emberek, feljutnak egy bizonyos szintig, és ugyan ezt a szintet tovább variálják másfajta behatásokkal, mint box, mint thai box, tehát ütésugás, ugye a kívülállóknak birkózás, a
ma már azt lehetne mondani, hogy a sportok annyira egybe olvadnak, hogy tényleg ma már a birkózók ütnek rúgnak, a karatésok pedig már szinte birkóznak. Annyira változott már ez a mai világ, és annyira tolódik el, tehát egyik harcmészet beletolódik a másikba, és már ezt így is oktatják karatéba is, a cselgáncsba is, tehát a birkózásba is. Azt lehet mondani, hogy ez annyira vegyessé vált, hogy tulajdonképpen nincs is kifejezetten helyzeti előnyben az, aki valamiből mondjuk tényleg magas szintről érkezik, mert... Attól függ, mennyire tudja ráerőltetni az ellenfél a saját stílusát, attól függ. Előnyt számít ez, hol a másik. Nyilván arra a helyzetre meg fog törekedni, igen. Tehát akinek mondjuk a birkózás volt az előélet, akkor igen. Nyilván arra, hogy minél több olyan helyzetbe kerülhessen, akinek más, azt gondolom, inkább az ütésekre. Igen, pontos. Tehát mondom, úgy lehet ezt elképzelni, hogy melyik ellenfél tudja ráerőltetni a másikra, és persze itt azért benne van, hogy a kondíció, az erőnlét, maga az edzéseknek a hatása is. Ez ugye megturbozza ezeket a... Mekkora ez a társadalom Magyarországon, aki most már így az MMA köréhez és ehhez a fajta mozgásvilághoz kapcsolódik, ha most szabad egy ilyen nagy halmazként kezelni? Hát elég nagy, megmondom őszintén. Csak nagyon szétszórt az ország különböző pontjain, városaiban. És ugye a szövetségnek az a célja, hogy ezt valamilyen szinten egy védőernyő alá vonva az egyesületeket megpróbáljuk bevonzani, és egy egységes irányvonalat nyújtani nekik, és egy olyan komoly szabályrendszer szerint, amitől egy picit el lehet valamilyen szinten térni, de az irányvonal az mindig egy legyen, és ha valaki ebben nem tud részt venni, vagy nem akar, akkor az valószínű előbb-utóbb kiesik ebből a... Ez azért is fontos, hogy aztán végül abból a körből lehessen válogatni a műfaj legjobbjait, adott esetben válogatni. Elsősorban igen, mert ugye egy magyar bajnokságot csak úgy lehet elképzelni, hogy közös ügyként kezelve. Egyetem. Egyébként máshogy nem lehet. Most ha mindenki csinál egy-egy kisebb bajnokságokat és kisebb versenyeket, kisebb kupákat, az szerintem nemzetközi szinten nem lesz eredményes. Nem tudunk előrébb lépni. Világos. Mindig ugyanott azon a helyzeten maradunk. Ilyen kis provinciális marad a maga. Igen. Hát egyszerre tudunk nagyot ütni. Én szerintem ez lenne a cél. Zsuzsi, egyébként számodra ez az egész környezet, ez a mozgásvilág valóban, hogyha nézem ugye Györgynek a pólóján ezeket a szavakat, igen, hogy szív, kitartás, agresszió, technika, ez nem rémisztő, illetve ezek közül szerinted melyik az, ami leginkább jelen van mondjuk a műfajban ténykedők sikereiben? Hát talán az agressziót jó értelemben kell értelmezni, mert a küzdősporttól, ami az egészséges agresszióról beszélünk, így van. Hát én ugye Guszti kapcsán tudom ezt, mert neki is volt ilyen ketrec mérkőzése annak idején. Többnyire sikeres, önnek a Bárdosi Sanyival volt, is volt, és tudom, hogy akkor aznak még nem lehet hozzászólni. Tehát ez olyan lelki állapot, gondolom, amikor az ember egy ilyen dologra készül. Meg annyira ott van agyban, és tudom, hogy mennyi munka van előtte. Meg és aztán utána, amikor hazaérkezik, akkor utána viszont utána gondolom, hogy kiadta magából a bőrzt, persze. Igen, látom az antifejzésen, így van. Szerintem a családos apáknak ez azért nehezebb. Igen. Nyilván. Igen. Mert gondolom az embernek, tényleg kordában kell tartani. Igen, főleg, ezt az főleg amikor a családja ott van, tehát a feleségem és a kislányom is ott van, és néz a mérkőzést. Még a beomlás előtt is azért még egy utolsó simítás még a kislányomra. És utána mint az a feleségemre. Tehát gondolom, hogy így lemegy a függöny, és valami teljesen más lelki állapotba kell kerülni? Nem, tehát nem szabad lemenjen a függöny. Higgadtan kell. Nagyon higgadtan kell. Ez egy észjáték. Az is, tehát összpontosítani kell. Az ember rosszul összpontosít, akkor az a halálát, tehát nem halálát, tehát idézőjelben végéhez vezetett a mérkőzés. Borzasztóan kell összpontosítani az ellenféle. De akkor azt lehet mondani, hogy ami itt egyesül, az egy ilyenfajta 21. századi erőfelmérés minden szempontból, nem? Pontosan, igen. Annyi dologban kell jártasnak lenni. Valahol az ember mindig harcolt, ezt tudni kell. Igen. Mindig gladiátor akart lenni, azok a fajta harcosok. Kódolva van bennünk genetikusan. Nem mindenkiben természetesen, valaki harcosnak születik, és valaki azzá válik, de valahol mindenféleképpen a küzdelem, ami jelen van, sajnos ma már 21. században szinte mindenhol, az utakon, a munkahelyeken, és valahol ez mindenhol. Most visszatérnék itt a harcművészetekre, amik alapjában véve azért mindenképpen segítik azt, hogy az ember megfeleljen ezeknek a követelményeknek. Tehát valahol mindenképpen jó, a maga harcművészetet gyakorol az ember, csak kivált kép, hogy milyen szinten. És maga az MMA, mint olyan, ezeknek a úgymond professzionális kategóriája.
és ezeket javítja azért ugyanúgy, tehát szív, kitartás, agresszió, tökéletesen jó van ez ide kiírva. Fiataloknak ez rendkívül fontos, hogy olyan fajta pedagógiája mögöttük, ami igenis arra sarkalja őket, például a férfi, hogy igenis legyen igazi férfi. Mert ma már sajnos annyira el van kényelmesedve, annyira puhány világ lehet ma már, hogy ez annyira jelen van mindenhol, hogy az ember már szinte ki se akar menni a közértbe, inkább beül az autójába és elmegy 200 méterre arrébb, szennyező a környezetet, baleseti gócot okoz ezzel, és ugye mi egymás, és arra szóval sarkalja... Messzire mutat ez, de értem én az alapvetéseket. Igen. Ezek ugye rettentően fontosak. Hát igen, az MMA ennek egy király kategóriája, azt lehet mondani, az elején jól mondtam. És ez borzasztó komoly kihívás. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy akkor a kemény harcosok és a lágy szépségű hölgyek hogyan félnek majd meg ezen az esemény egymás között. Minden esetre azt gondolom, hogy nagyon jó ötlet. Neked sok sikert akkor a debütáláshoz. Köszönöm. Természetesen a nehézfevőknek, meg a szervezőknek a versenyhez. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük ma reggel hozzám. Köszönjük.